Na, hello, hello, sziasztok! Visszatértem Las Vegasból, újra itt vagyok a Mania Fitness forgatáson. Éppen úton vagyok találkozni Tomival, meg Zolival a Mania Fitnessnél. Aztán belevágunk újra a melóba közösen, ugye október óta nem láttuk egymást, és hát először is kíváncsi vagyok, hogy milyen fejlesztések vannak ugye a cégnél, mert elvileg az egész raktár minimum a kétszeresére nőtt. Úgyhogy most megyek és csekkoljuk. Hello, hello, sziasztok! Túl vagyunk a több hónapos karantén helyzeten, és kezd visszaállni mindenben a ritmus. Megmondom őszintén, én ez alatt az idő alatt se unatkoztam szerencsére, mert van bőven mivel foglalkoznom. Ugye Toldi Gym fitness termem az folyamatos fejlesztés alatt, a vendégeket igyekszem a lehető legjobban kielégíteni, kiszolgálni. Én is egész nap szinte ott vagyok, az edzőimet folyamatosan terelgetem és egyeztetek velük, és dolgozunk, összefogunk a vendégek érdekében. Ezen felül ugye sokan tudjátok, hogy elnyitottam a Royal Class brandet is, jelenleg ez egy webshopot akar, ahol prémium táplálékkiegészítők vannak, igazából nagyon jó árérték arányban. Ezért is szeretném a hobbi felhasználónak elérhetővé tenni. Az egészség tudatos felhasználónak és a sportolóknak, hobbi sportolóknak szeretném elérhetővé tenni a táplálékkiegészítőket, a vitaminokat és egyéb minden más sporteszközt, amivel akár otthon is fitnesselhettek, vagy a fitness termet lehet fejleszteni. Úgyhogy azt mondhatom, hogy tényleg nem unatkoztam, de nagyon örülök, hogy végre visszaáll a Mania Fitness-szel is a ritmus. Elkezdjük a forgatásokat, várom, hogy végre Steve Rebersel, azaz Németh Istvánnal is találkozhassak. Ugye ő is hazajött Amerikából nagy nehezen szegény, ugye repülőjegyekkel volt gond, és így fogok vele is először találkozni a karantén után. Lesti Zoliékkal is megbeszéljük a következő terveket, milyen forgatások lesznek, milyen vendégeink. És ugye most fogok szembesülni, most fogom először látni azt a hatalmas fejlesztést, amit a Mania Fitness is a vírus helyzet alatt alkotott, mert a központi irodájukat és hangárjukat, raktárjukat az duplájára neveztették, általában lenyűgöző lett. Úgyhogy már kíváncsian várom ezt a újabb napot is. Tartsatok velünk, vágjunk bele, vegyük fel újra a ritmust. Sziasztok, Simon Tamás vagyok, a Mania Fitness központi stúdiójából. Több hónapos leállásunk után újra jelentkezünk Pistivel. Itt vagyunk újra, sziasztok! Ugye mindenki tudja, hogy sajnos a vírushelyzet miatt a világon minden megállt, ezzel együtt mi is, a forgatásaink is, és Pisti is ez alatt érkezett haza Magyarországra. Így van, visszajöttem Las Vegasból, ami nem volt egyszerű, de majd mesélünk róla. Elég kalandos út volt. Igen, igen, az azért is talán még egy karantén, és szerintem kezdjük is ezzel, hogy te hogy jutottál egyáltalán haza? Hát ugye csináltuk a közös munkát a Mania Fitness-szel veled októberig, mert igen, akkor nekem mennem kellett amerikai papírokat intézni, ugye az állampolgárságomat kaptam meg, de utána én terveztem, hogy jövök vissza 2020-ba, csak nem vettem számításba ezt a koronavírus helyzetet, ami miatt minden leállt március közepén, ha jól emlékszem, Las Vegasba, és le is zárták szinte az egész várost. Úgyhogy én az utolsó járatok közül egyel jutottam végül vissza Budapestre, és hát mostanra meg már ugye június, mostanra ért el, jutott el oda a helyzet, úgy érzem, hogy elkezdhetünk újra dolgozni, úgyhogy én készen állok. Így van, és nem véletlen... Nem
nem mutattalak be a teljes neveden, mert mi is az új teljes neved, áruljuk el? Igen, mert ugye most, hogy megkaptam az amerikai állampolgárságot, így kettős állampolgár vagyok, és Német István néven és Steve Rivers néven futok. Tehát akkor az az amerikai bejegyzett neved? Így van, az az amerikai bejegyzett nevem, és innentől kezdve így senki nem fog István Niminek hívni, amiről fogalmam sincs, hogy micsoda, de így egymilliószor meghallgattam, most már Steve Rivers vagyok, most meg már én nem fogok odafigyelni, hogy az kicsoda. Na mindegy, ez ilyen új név, de ezt fogom használni egy következő 20-30 évig biztos. Ugye említettük, hogy azért így hetek, hónapokra mi is megálltunk, de ahogy megérkeztünk ide, vagyis hát én most maga nevemben beszélnék először, megérkeztem a Mánia Fitness központi stúdiójához, irodájához, raktárjához. Nagy ami, változás. Így van, ami eleve nem volt kicsi, mert egy hatalmas hangár foglalja magába ezt az egész telepet és munkásságot. Én tavaly voltam itt először, amikor veletek csináltuk az interjút, akkor voltam itt először, az mi volt, augusztus? Igen, azt hiszem augusztus, akkor láttam először, és most, hát én nem tudom, mert annyira nem néztem meg, de kétszer akkor legalább, nem? Hát igen, az eleve nem kicsi hangár, az duplájára nőtt. Így van. Egy nagyon komoly logisztika állt föl, ugye különálló polcrendszerek, ipari polcok, amire targoncával szépen sorba föl vannak rakva a használt és vadjúj gépek, ezáltal mindenféle edzőterem kategória tud itt igazából válogatni, vásárolni és kénye kedvére kipróbálni akármit. Tehát azért végső ez soron, Közép-Európában szerintem abszolút egyedülálló. Végső soron ilyen típusú biznisz annyira nem is állt meg végig a koronavírus alatt, úgy értem, gépek beszerzése az talán ment hát közben. Hát én úgy tudom, hogy a gépek beszerzése megállt, mert ugye a főbeszállítóknak a gyárai is megálltak, ja, és a szállítmányozás is nagyjából. Viszont ez alatt a Mánia Fitness, ahogy látjuk, nem tétlenkedett, mert dupláján növesztette a raktár lehetőséget. Ja. Úgyhogy, és ugye erről mindjárt betekintést is nyerhettek, mikor körbejárjuk, és megmutatjuk nektek. Azt meséld el nekem, hogy te hogyan vészelted át ezt a karantén időszakot, vagy ezt az egész koronavírus dolgot, mert te ugye itt voltál végig, én csak a végét kaptam el, hogy ez hogy zajlott nálatok? Hát ugye a koronavírus, ahogy beköszönt, pont akkor hevertem ki ugye a tavalyi őszi versenyszezon, de ez alatt már ugye én dolgoztam azon, hogy a fitness termen fejlesztése után belevágok egy új profilba, ugye a Royal Class brand megteremtésében és felnevelésében. És ez főleg online, mert webshop ugye bár. Így van, ez igazából jelenleg ez a Royal Class image és brand egy webshopot akar, de szeretnék elmögé a brand mögé sorakoztatni különleges embereket, Plumbás versenyzőket. Plumbás Ádámot láttam ugye a fotózásnál. Így van. Vagy akár Keresztes Zsolt, aki ugye fél lábbal megy végig a Spartan részpályáján, ami hihetetlen teljesítmény. És sorolhatnám ugye akár a Győr Bányatot, aki 18 évesen sikeres speedmotor versenyző. Láttam azokat a nagyon faszak képeket ott az alagútnál. Igen. Most csináljuk egy ilyen országimás fotózást. Tehát olyan helyeken álltunk meg a motorra hajnalban, a felkeltekorra, kis forgalomban, ahol még nem sok ember mert megállni. Faszafotók voltak. Úgyhogy meg itt van Simon Balázs, aki maratonista futó, és ugye a imént említett Spartan részfeleseken vesz részt. Tehát ugye folyamatosan színesedik ez a csapat. Ja. Márkus Konstanci, aki sportmodell. Igyekszem azokat az embereket... Mikor indítottad ezt el? Ez februárban, ahogy a vírus. Pont ahogy a vírus is bejelentkezett országunkba. Ez akkor indult, és erről majd fogok bővebben is mesélni nektek. Ugye a következő részénkben be fogom én is ezt mutatni, hogy ez hogy is működik, és miről is szól. Az a lényeg, hogy igazából ezzel a brenddel szeretnék támogatni mindenféle különleges sportolót, zenészt. Tehát ezek szerint nem, abszolút nem kimondottan a testépítésről és a nem, hanem úgy egyébként úgy általánosan sportokra. Így van, keresem azokat az embereket, akik a maguk kategóriájában, a maguk műfajában valamilyen szempontból különlegesebbek. És igyekszem őket lehetőleg jobban támogatni. Ezért is van ez a webshop, hogy annak a működése és profitja minél nagyobb lehetőséget adjon arra, hogy őket támogathassam. Ezen felül a hobbi testépítőket vagy az egészséges életmódot követőket szeretném még kiszolgálni úgy, hogy árértékben nagyon jó vásárolhatnak nálam, és hozzájuthatnak mindenféle jóhoz. De ez igazából... Egy dologról hagyd kérdezzelek még ezzel a témával kapcsolatban, hogy az edzőtermedben mikortól tudtál normálisan nyitni, mikor lett minden oké? Mert például Las Vegasban ott egy adott alkalommal zártak mindent, majd kinyitottak mindent. Magyarországon meg egy bizonyos korlátozás volt, Ausztriában megint másik, Szlovákiában, ugye Ausztriában és Szlovákiában érő magyar klienseim is vannak.
És mindenhonnan mást hallottam. Így te van. Ezt hogy érted? Hát az elején itt nagy káosz volt, és mindenki megijedt. Valóban a vírustól is mindenki megijedt, és az intézkedésekre is csak úgy pislogtunk, hogy akkor most mi tévők legyünk. Tehát ugye közösségi helyeket működtetünk, mi fitnessterem tulajdonosok, és ugye felelősségteljesen kellett gondolkoznunk. Az állam nálunk Magyarországon nem kötelezett minket bezárásra, de javasolta, mivel zárt térben működtünk, több ember csoportosulhat. Én is ugyanúgy bezártam a termemet pár hétre, ahogy mindenki más, aztán az emberi és vendégeim visszajelzésekre újra kinyitottam. Ez nagyon jót tett, az emberek jöttek, szerettek volna sporttudatosan tovább élni, egészségesen élni, hogy mégis az immunrendszer ugyanúgy erős maradjon, és tudjon védekezni. Nem, otthon maradsz állandóan. Így van a vírus ellen. Erre lehetőség nyílt nálunk a mi országunkban, de én is hallottam, hogy például Szlovákiában ott konkrétan kimondták, hogy be kell zárni. Igen. Úgyhogy szerencsére ezen már nagy részben túl vagyunk, intézkedéseket és a korlátozásokat nagy részben ugye nálunk már megszüntették, csak óvatosságra intenek minket. Hát és ebből a szempontból most már gond nélkül kezdhetünk forgatni is. Így van. Úgyhogy, mint mondtuk, újra jövünk majd közös részekkel, akár edzésről, akár táplálkozásról, akár az edzőtermi gépekről legyen szó, illetve itt most az előbb beszéltük, hogy ugye közeledik, még szépen lassan, de közeledik az őszi versenyszezon, és ott is biztos, hogy kint leszünk majd, akár kint a versenyen a versenyzőket nézni, vagy backstage-ben esetleg interjúkat ott csináltunk. Igen, ami érdekes lehet. Szeretném bemutatni nektek azt, ami a backstage-ben zajlik, a sokan nem látjátok, milyen előkészület, milyen koncentráció. Hogy néz ki egy töltés. És azért is tudjuk nektek majd ezt átadni a Mania Fitness részekben, mert Pistinek is ugye vannak versenyzői, nekem is vannak versenyzőim, és őszintén tudunk majd nektek egy valóban átfogó bemutatót tartani. Hát igen, mert megmutathatjuk, hogy oké, ez meg ez van, de miért? Így van. Tehát nem csak egy ilyen RTL fókusz. Így van, nem egy-két perces összevágó dolog lesz, ami maga az egész hétvégi gáláról szól, hanem lényegében most elég mélyen belemegyünk majd, hogy mi is történik reggeltől egészen a színpadra lépésig egy versenyzővel a verseny napján. Itt azért van barnitás, ki van számolva az étkezés ritmusa, ugye én is Pistivel, ahogy őszre fölkészültem, Pisti ott volt végig velem, és mondta, hogy jó, ebből egy falat, abból egy kor. Persze, a Maci mézből, meg az egész üveggel. Igen, azóta ez rám ragadt, hogy Mici Mackó és a méz. A mézzel kicsit túltöltöttem, meg kivittem egy üveggel, és elfogyott. Igen. Azt mondtam, hogy evőkanálba adtam meg a számot, nem üvegben. Nagy volt a kanál, és kiürült a mézes üveg. Hát jó, van, figyelj, de mutasd már meg akkor ezeket a fejlesztéseket, itt nézzük meg szerintem. Érdemes körbejárni, mert ugye, mint említettem, ugye duplára jönött, ugye külön sorok lettek felépítve, és kihangsúlyoznám újra azt, hogy most már azt sokan nem tudják, hogy a Mania Fitness nem csak az újonnan nyíló, több ezer négyzetméteres termeket, wellness központokat szolgálja ki, hanem a kisebb költségvetésű kis termeket is. Tehát el lehet indulni pár millió forintból is. Hát meg úgy tudom, hogy itt nem csak kizárólag új gépek, hanem használt felújított gépek így is van. A világ legnagyobb márkái találtok meg itt, felújított változatban, és új, vadi új termékekként is, és ez abszolút nagy előny, mert teljesen mindegy, hogy mely kisvárosból vagy Budapest belsejéből jössz és ott gondolkozó fitnessterem nyitásában, itt biztos, hogy megtalálod a számításaidat. Tehát bármilyen szintű edzőterem megengedheti magának, hogy ilyen szintű gépeket használjon. És mindezt személyesen kipróbálhatja, megvizsgálhatja. Ja, mivel itt van, és kiratva így van, és pár napon, pár héten belül leszállításra kerül, és telepítik a szakemberek a termében ezeket a képeket. Úgyhogy szerintem nézzünk körül, megéri. Nézzük meg! Okay. Hát is az. Lesz. Na.